Több ezer magyar kamion fut rendszeresen a nyugat-európai utakon, jelentős szerepet vállalva a kontinens árufuvarozásában. A szakmában érdekeltek szerint az elmúlt időszakban több olyan jogszabály is született, amely nehezíti a kelet-európai cégek helyzetét. Ilyen volt az országonként változó órabér kötelezővé tétele, a legújabb gondot pedig a kötelező pihenőidő eltöltésének szabályozása okozza. Kelet-Magyarország egyik legnagyobb szállítmányozási cége mintegy 500 kamiont futtat, így számukra is élő a probléma. A 45 órás kötelező pihenőidőt a gépjárművezetőknek, amelyet európai szabályozás ír elő, azt mondják a külföldi jogalkotók, hogy ezt szállodában kell igénybe vegye a gépjárművezető, és szállodában kell töltse ezt az időszakot. Ezt a jogszabályt ezt úgy hozták meg, hogy az ehhez szükséges infrastruktúrális feltételeket semmilyen formában nem biztosították. Hogy példákat mondjak, Németországban közel 360 auditált kamionparkoló található, ebből mindössze 11 felel meg annak, hogy szállodai szolgáltatást is és őrzési szolgáltatást is biztosít. Ugye vegyük figyelembe, hogy egy kamion értéke a 100 ezer euró, nagyságrendileg a szállított áru értéke pedig több 100 ezer eurót képviselhet. Más országokban, például Franciaország, mindösszesen 6 ilyen parkoló, vagy Belgiumban például mindössze egy darab ilyen parkoló található, ami megfelelne ennek a szabályozásnak. Ezek parkolók sem lokálisan, tehát előfordulhat, hogy 1000 kilométer kerülőre van szükség egy fuvarfeladat teljesítése során, hogy egy parkolót igénybe vehessünk. Ez meglehetősen diszkriminatív és teljes mértékben ellehetetleníteni a kelet-európai fuvarozók működését ezen jogszabályok pontos alkalmazása. Az érintettek igyekeznek mindent megtenni a jogszabály megváltoztatásáért. Ezért a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete az Európai Bizottság közlekedési biztosához fordult. Bízunk abban, hogy a szükség az elmúlt időszakban megtett érdekképviseleti lépések és a megfelelő politikai szinten történő lobby tevékenység meghozza az eredményét, és ezeket a jogszabályokat hatályon kívül fogják helyezni, avagy biztosítják a jogszabály betartásához szükséges infrastruktúrális lehetőségeket. Pető Bence elmondta, eddig egy esetről tudnak, amikor a jogszabály szellemében büntettek a hatóságok. Belgiumban román sofőröknek kellett jelentős összeget fizetniük azért, mert a kamionjukban aludtak.